Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Kokó vagyok, és innen jelentkezek Ceglédről, ahol most az összes csúzát ki fogom próbálni, és egy rekordkísérletben is részt fogok venni. Általános szabály, hogy másoktól legalább másfél méter távolságot kell tartani, és ez a tömegközlekedésre is vonatkozik. Tudjuk, hogy ezek a szabályok szigorúak és sok kellemetlenséggel járnak, de be kell tartanunk őket, mert csak így fékezhetjük le a járványt. Vigyázzunk egymásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Rengetegen voltak. Nem, hogy másfél métert, még másfél centit se bírtunk egymás között tartani szinte. De mindegy. Mehet tovább. Mondom, mehet tovább. Bezzeg, most nem kattingat a skipre, akkor majd én. Szerencsétlenkedtünk, mert ketten ültünk azon a csúszógumin. Egyedül is kipróbáltam, úgyse volt jobb. A felsorolást az általam vélt leglájtosabb csúszdákkal kezdeném, ide tartozott a négypályás csúszda, a csúszógumis kamikáze és természetesen a vadfolyó, mely nem igazán nyerte el a tetszésemet. Lehet, hogy azért, mert hogy ilyen lájtos, csillezősebb csúszdák voltak, de lehet, hogy sőt, inkább amiatt, hogy nagyon nehezen tudtunk rajta elindulni, és nagyon sokszor elakadtunk csúszás közben is rajtuk. A következő csúszdák az Iker kamikáze, a hagyma csúszda és a három darab cső csúszda viszont sokkal inkább a kedvenceimé váltak. Az Iker kamikáze ugye mivel hogy párban volt, nagyszerű lehetőséget adott pároknak és barátoknak a versenyzésre. A hagyma csúszda az egy klasszikusnak nevezhető hagyma csúszda. Ott ugye elsőként a barázdákat és az illesztéseket szoktam figyelni, szerencsére itt semmilyen karcolást és ütést nem éreztem csúszás közben. A három darab csőcsúszdánál, mivel ezek annak olyan a csúszdák és nem jellemző rájuk nagyon a sebesség,
ott a három közötti sebesség különbséget figyeltem, és azt tapasztaltam, hogy a zöld csúszda volt mind a három közül a leglassabb, ezt követte a piros csúszda, végezetül a sárga csúszda, de ott igazán rásegített az, hogy az egy csúszógumis csúszda, amit lehetett egyedül és ketten is használni. És vége is a szenvedésnek. Jó. Miről nem beszéltem még? Ja igen, az extrém csúszdákról. Extrém csúszdák közé tartozik az inva csúszda, mely szintén egy csúszógumis csúszda, viszont itt csak egyedül lehetett lecsúszni rajta, kétszemélyes csúszógumival nem lehetett használni, ugyanis eléggé meredeken indul meg lefelé, szerintem ez lehet az oka. Amit még tapasztaltam ennél a csúszdánál, hogy a többi általam kipróbált inga csúszdához képest itt nem a mélyponton ér véget a csúszás, és onnan kéne kiszállni, hanem a mélypont után mi tovább csúszunk egy medencébe bele. Az extrém csúszdák közé tartozik még a dragon csúszda is, amit nem ebbe a videóba fogok most nektek bemutatni, ezt egy külön videóba szeretném nektek összefoglalni a rekordkísérlettel együtt, úgyhogy erre még várnatok kell egy kicsit, viszont addig is, ha tetszett ez a videó, akkor kérlek szépen jelezzétek felém like, illetve komment formájába, és akkor hamarosan jelentkezni fogok a folytatással. Addig is mindenkinek csúszdakalandokba teljes szép napokat kívánok. Sziasztok!